A. A legfőbb hír az, hogy Elon Musk a Twitteren megszavaztatta, hogy maradjon-e ő a Twitter vezetője, vagy ne és hát az eredmény tanúsága szerint meglehetősen kevés virtuális krumplit osztogatott. Ezért is nagyon fontos dolog a szavazások előtti óriás plakátkampány bekopogása a szavazókhoz, a családi élet megmutatása a különböző bulvár felületeken, illetve a különböző kedvezmények még idő előtti megadása. Ha Musk komolyan vette volna ezt a szavazást, akkor mindenkinek elengedte volna a kipipálás árát, aztán egy győztes szavazás után az eredeti ár kétszeresére is emelhette volna azt illetve közöllette volna, hogy mostantól minden második poszt reklám, és hogyha nem tetszik, akkor el lehet innen menni. Elon Musknak még nagyon sokat kell tanulnia a demokráciáról. Főleg úgy, és ez mondjuk csak az én benyomásom az utóbbi posztjai alapján, hogy őszintén meglepődött azon, hogy az amerikai kormány dollármilliókat fizetett azért, hogy mit ne mutassanak meg az embereknek. Na hát, állami pénzből fizetett cenzúra, kihinné, A Ne néz Fel című filmet tudom ajánlani mindenkinek, aki aki sose fogja megnézni. Illetve ha megnézni, akkor, akkor meg úgyse értené. Tehát minek is. Burns. Az EU parlament szigorítása fenyegeti a kapcsolatokat, mondja a katari diplomata. Katar hivatalosan és nagyon felháborodottan cáfolta azt, amivel vádolják, vagyis hogy EU-s politikusokat korrumpáltak volna, de ami még ennél is fontosabb, őket az zavarja, hogy mielőtt bárki bármilyen bizonyítékot, érdemi jogi vizsgálat eredményét mutatta volna be, jó hangosan elkezdték ezt kiabálni a világon szerteszét. Emlékeztetek arra, hogy amikor például Afganisztánban maradt egy csomó európai állampolgár, és az mm, amerikai kirohanás és nem kivonulás hát veszélyt jelentett az életükre, mivel a tálibokkal ők tartottak fenn diplomáciai kapcsolatot, segítettek az európaiaknak távozni, és hát tulajdonképpen az életüket mentették meg ezzel. A legjobban azon akadtak ki, hogy se Belgium, sem az EU hivatalosan nem vették fel a kapcsolatot Katarral, és nem is üzentek nekik semmit, nem mutattak be semmit, csak elkezdték ezt az eljárás és kommunikációt úgy, mintha szóba sem kellene állniuk egymással. Tehát, amikor egy ilyen ügybe keverik őket, akkor se levelet nem kapnak, se hivatalos megkeresés, se egy se semmit, de amikor gáz kell, hát akkor égnek a vonalak. Valamiért az az érzésem, nem tudom, ez egy én ösztönös belső hang, hogy amikor majd lesz egy kis fennmaradó gázuk a katariaknak, akkor, akkor valamiért azt nem az EU-nak fogják eladni. Ez már a kilencedik news, mostanra pedig a Telegram csatornámon, ami gondolom valakinek csak egy kanál is, szóval ott bekapcsolhatóvá vált számunkra a csetelés lehetősége, vagyis lehet kommentelni, megbeszélni, kibeszélni. Mivel a Telegram nem olyan, mint a Facebook és a többi meta alkalmazás, az Insta meg a WhatsApp, tehát nem az algoritmus dönti el, hogy a jó ember mit lát, hanem feliratkozott rá, azt látja. Ezért mindenkit arra kérnék, hogy iratkozzon fel a Telegram csatornámra, ott biztosan látni fogja, hogy hogyha kijön egy új videó. De itt is tessék feliratkozni, megnyomni a csengőt, kommentelni, meg mindent, amit a YouTube-on szoktak ilyenkor magyarázni, mivel ez tényleg fontos, főleg az elején. Ez hiteti el a YouTube algoritmusával, hogy az embereket érdekli ez a tartalom. És ha a számok úgy állnak, akkor emel. vagyis több embernek mutatja meg. Illetve az ismerősöknek történő elküldés is sokat segít, amikor ezt a videót továbbosztod valakinek, megmutatod neki. Ez azért fontos, mert így hozhat magával mindenki még egy embert. Szóval, ha érdekel és tetszik a news, akkor segíts ilyen módon. Köszönöm. Rá tudnám még egyébként azt is tenni, hogy ember, most jöttem ki az új részsel, de mindegy. Blik. Nem a magyar, hanem a svájci. Putin svájci technológiával öldököl. A svájci nagymelű lányokat a cím már nem mutogató színes papírosban arról írnak, hogy a H101-es. Tudom, hogy X-nek írják, de az a Cyril ABC-ben az, az a kemény H, mint a németben a CH, szóval a H Sto 1 rakétákban svájci csipek vannak, amik állítólag az SC Microelectronics gyártmányai. Ezt Ukrajnában talált rakéta maradványokból fejtették meg. Szóval ülnek ott a svájciak, és svájci létükre nem értik, hogy az igazán kreatív emberek mindig megtalálják annak a módját, hogy hogyan lehet úgy pénzt csinálni, hogy papíron minden rendben legyen. Ezért nincs értelme a szankcióknak. Ha egy kicsit utána néznének a svájci bankoknál, akkor nem csak pénzmosásra és afrikai vagy ázsiai gyerek munkából, fegyverkereskedelemből, drogkereskedelemből származó pénzekre, hanem államok kasszájából kompletten maguknak utalt összegekre is bukkanhatnának, úgy, mint a harmadik birodalomból származó aranyrudakra is. Ria 9 Kilenc EU tag lépett fel a gázásapka ellen. Köztük Magyarország, vagy éppen Németország, de még így is kisebbségben maradtak, mondta el Szijjártó Péter. Németország kisebbségben van valamiben az EU-ban. Na hát. Volt régen egy himnuszuk, az úgy kezdődött, hogy Deutschland, Deutschland, überall lesz. Ez most már tényleg nem aktuális. RFI. Az EU gázásapkáját 180 euró megavattórában állapították meg. Aj, fú, most aztán, de nagyon meg lett itt minden oldva. Az a helyzet, hogy per pillanat 125 eurónál tartunk, és február 15-től fogják ezt csak aktiválni, szóval emlékeim szerint február 15-e után általában picit melegebb szokott lenni. Nem mindig, de általában igen. És az oroszoktól már egyébként se vesz Európa, se, gás, se olajat. Ugye? Erbeka. A transnyeft Lengyelországból és Németországból kapott felkérést a trusbán keresztül történő olajszállításra. Lengyelország és Németország, ugyebár korábban bejelentette, hogy az év végéig leállítják az orosz olajvezetékes szállítását. Aztán most jött Tokár Elvenek a cégnek a vezetője, és szólt, hogy hát... 360 ezer tonna olajat szeretnének venni még idén a lengyelek és a németek, illetve jövőre újabb 3 millió tonnát szeretnének. Varsóból meg Berlinből szóltak, hogy kéne. Engem tényleg csak az érdekel, de erre persze nincs hír, hogy most akkor van rá sapka, vagy nincs rá sapka. <tosz> Hindustan Times. Egy férfi meghalt az Avatar 2 nézése közben, szívinfarktusban. Nem tudom, hogyha én indiai lennék, és rohadt nagy kék lények röpködnének ide-oda egy másik planétán, úgyhogy nem kell odafigyelniük a viselkedésükre, csak azért, hogy a következő életükben jobb legyen, uh, hát, hogy eldolnám a patogatott kukoricát magam is. Nézd, egy nagypapa lövedékkel a végbélnyílásában érkezett a sürgőségre tulomban, A kórházat részben evakuálták. Az öreg szólt, hogy egy <coughs> első világháborús lövedék van a hátsójában, és ez zavarni kezdte a létezésben, ezért szerette volna, ha azt eltávolítanák. Erre válaszul mindenki mást is eltávolítottak, még a kórház környékéről is. Aztán jöttek a tűzszerészek, akik néhány orvossal együtt leízzadtak kisé. Arra a kérdése, hogy És bátyám, ez hogy sikerült? Nem érkezett válasz. Pedig annyi lehetséges opció van erre. Az ember mellé ül a WC-nek, és belőle egy első világháborús lövedékbe. Vagy lefekvés előtt korán leoltja a lámpát, és nem az ágyra ül, hanem a mellette álló első világháborús lövedékre. Ott tárolta -e ér. Hát bármikor visszajöttnek a németek. Ezek teljesen érthető szituációk. Minden esetre a demilitarizálást, demilitarizáció, Franciaországban a kék osztriga bárzenével kell alátesteni. NTV. Moszkvában maszkos emberek törőjöket dobáltak a finn nagykövetségre. Valami szoftveresen nem lehet rendben egyeseknél, mert az e nagy kalapácsokat, már amennyiben a viking arra akartak utalni, mm, szóval azokat nagyon nem a finnekhez kell kötni, hanem a svédekhez, norvégokhoz, dánokhoz, illetve az oroszokhoz, akik ugye nem éppen távoli szemlélői voltak a vikingeknek, szemben a finnekkel. Mondjuk azért egy kis porcelatet is megehettek volna, mielőtt elkezdik dobálni ezeket, mert nagyon szánalmas távolságokig sikerült csak őket eldobni. Hoppers Bazaar Arabia. Bella Hadid lett az évmodellje a Brit Fashion Week szerint 2022-ben. Hiába született Amerikában, jordániai arab származású édesapja sem egy csóró sorbinorbi, hanem bizony luxusszálókat és kúriákat építget, megalakítgat át, főleg sztáréknak. De nem abban az értelemben, hogy összemalterozza a kezes lábasát. Ami fontosabb, hogy ő volt az a nő, akit az idén körbefújtak, ettől a videótól pedig minden második nő elaljött, pedig nem is őket fújták körbe. The Economist. Szerintünk az a 2022-ben csak Ukrajna lehet. Szerintem Katar. Igaz, engem nem fizettek le érte. Airportal.hu Átvette ERJ 21-esét az első kínán kívüli üzemeltető. Az indonész Trans vette át az első exportra szánt kínai utasszállító repülőgépet, kis szépség hogy a cég tulajdonos a kínai. Telefonokban, autóban és repülőkben is jók lettek a kínaiak, ha még egy kicsit tudnának dolgozni a propagandát, főleg a sorozatok, a filmek és a zene terén, akkor még akármi is lehet Kínából. A kínai mesecsöcsökre nagy igény van, főleg a Reddit magyar részén. Jutarni Liszt. Az ez a nem a mi háborunk hozzáállás politikailag legitim, de az AFD-ből származó német kriptonácik vagy az olaszországi Berlusconi ugyanezt állítják. A horvát elnök Zorán Milenovic olyanokat mondott, mint hogy ezeket muszáj szó szerint. Ukrajna nem a szövetségesünk, erőszakkal próbálnak azt csinálni belőle. Cinikusan EU tagjelő státuszt kapnak. A szerencsétlen Bosznia-Hercegovinának várnia kellett, ez egy szörnyű megaláztatás. A mai Európai Unió egy semmi, egy nulla. Szegény Zorán. Ekkor még nem tudta, hogy innentől megváltozik az élete. Mi fáj? Gyere, mesélj! el mindent! Tőlem ne félj! Csak a fehér cikláktól. Azok veszélyesek, tetszik tudni. Tasz! Afganisztán déli részén ismeretlen vírus terjedését regisztrálták. Semmit sem tudni róla azon kívül, hogy már többen belehaltak, és hogy szájból, illetve orból történő vérzéssel jár. Изги 2023 -ук лес. Эс волт а ньюс туроци рихардал не филиочитек л филираткозны ван хоза эт ченге иш телеграм т понт ми пер рихард инстаграм рихард туроци тикток рихард понт туроци мара эни ча